Sziasztok, Horváth Menyhért vagyok, a Life 1 Allé személyi edzője, és az alábbi videóban egy-két olyan gyakorlatot szeretnék bemutatni nektek, amit regenerációban és rehabilitációban tudtok alkalmazni. Regenerációnál előszeretettel alkalmazom az Evmimov profilaktort. Ez gyakorlatilag egy rugalmas fapad, amivel a gerinceinket tudjuk egy kicsit széthúzni. Tehát, hogyha egy súlyzós edzés során nagyfokú kompressziós erő éri a gerincet, akkor az edzés végén ezzel meg lehet egy kicsit pihentetni a porckorongokat és a csigolyákat. Kérlek, feküdj fel a padra, fogd meg a fejed fölött található fogantyúkat, és engedd, hogy a testednek a súlya az csak kihúzza a gerincoszlopodat. Ez egy sokkal gyengébb és kiméletesebb nyújtás, mint hogyha lógnál egy rúdon lefelé. Sok esetben az alsó testünknek a súlya az túl nagyfokú nyújtást hoz létre a gerinc és a csigolyák alsó szakaszán. Körülbelül 8-10 másodpercig tartsad ki a nyújtásokat. Fújd ki a levegőt közben, és érzed, ahogy ellazulsz, gerinc csigolyák eltávolodnak egymástól finoman. Jó, megmutatom a második gyakorlatot, kelljél föl. A második gyakorlatot azt 20 és 30 fok között fogjuk elvégezni. Kérlek, feküdj fel a padra. Fogd meg a két fogantyút, tedd fel a két talpadat a padra. Jó, és a medencédnek a billegtetésével próbáld meg megnyújtani a gerinced alsó szakaszát annyira, amennyire csak tudod. Majd ebben a kinyújtott állapotban fújd ki a levegőt, és maradj így egy 8-10 másodpercig. Jó, rendben van, húzd föl magadat egy picit a széles hátizmaid segítségével, tedd a karjaidat a hasadra, és egy ringató mozgást végezzél el. Eközben a ringató mozgás közben biztosan te is érzed, hogy a porckorongjaid azok nagyon enyhén közelednek egymáshoz, illetve távolodnak egymástól el. Ilyenkor növekszik a porckorongoknak a hidratáltsága, növelni tudjuk az anyagcsere folyamatokat a porckorongokban, és mindez nagyon jótékony hatással van a porckorongoknak a regenerációjára. Tedd fel a lábaidat, billegtesd ki a medencédet, kifújod a levegőt, és érzed, ahogy megnyúlnak a gerinc csigolyák. Jó, még egyszer tedd le a lábad oldalra, kicsit húzd fel magad, karjaidat tedd a hasadra, és ringatsz. Jó, köszönöm szépen, készen vagyunk. Ezt a két gyakorlatot szerettem volna bemutatni neked regeneráció témájában. Köszönöm szépen. A következő gyakorlat egy légző gyakorlat lesz, ami szintén segít relaxálni, ezért használjuk regenerációban is a légző gyakorlatokat. Kérlek, feküdj hasra. Ez az úgynevezett krokodil légzés ez a gyakorlat. A két kezedet tedd össze, homlokodat tedd le a kézfejeidre. Próbálj meg teljesen ellazulni. Az orrodon keresztül szívd be a levegőt, és koncentrálj arra, hogy a levegő a tüdőd alsó regisztereibe érkezzen meg. Olyan érzés, mintha lefele próbálnád nyomni a levegőt a medencét felé. Ezt nevezik hasi légzésnek is, és habár valóban ilyenkor a hasba nem kerül levegő, csak a tüdőnek az alsó részeibe, mégis olyan érzés, mintha a hasadba vennéd a levegőt. Ennek az egyik látható jele az lesz, hogy látom, hogy emelkedik a gerincednek az alsó szakasza, te pedig a 6., 7., 8. ilyen szép, lassú kibelégzés után kezded érezni, hogy ellazul a tested, és lazulnak el az izmaid. Koncentrálj arra, hogy az orrodon keresztül történjen meg a belégzés, ne tartsál szünetet a belégzés és a kilégzés között. A kilégzés is történhet orron keresztül, de a kifújásnál történhet szájon keresztül is a kilégzés. Körülbelül 10-15 ilyen légzéssel megfelelően el tudod lazítani a testedet és az izmaidat. Jó, rendben van, köszönöm szépen, mehetünk a következő gyakorlatra. Az edzés utáni regeneráció egyik elengedhetetlen eszköze a Power Plate gép.
ami egy vibrációs tréner. Most egy olyan gyakorlatot fogunk csinálni, ami segít a vádlidnak, meg a combhajlítóidnak, vagy a térdizület hajlítóizmainak a lazításában. Jó, kérlek, ide csücsüljél le, és tedd fel mindkét lábadat ide a vibrációs platformra. Én közben kiválasztom azt a masszázs funkciót, ami segíteni fog nekünk ebben. Körülbelül egy percig tart ez a rázás, és ennek a vibrációnak köszönhetően megnövekszik a szervezetedben a véráramlásnak a sebessége, és ez a megnövekedett véráram, ez segít a salakanyagoknak a kiürítésében az izmokból. Csak nyugodtan relaxáljál, és érzed, ahogyan lerázza a fáradt izmokat a vibrációs tréner. Jó, köszönöm szépen, megmutatom a másik gyakorlatot. Az alsó végtag után a karjaidat és a vállaidat is tedd fel, kérlek, ide a Power Plate-nek a rezgő platformjára. Elindítom. Ezáltal a vállakat és a karnak az izmait is meg tudjuk masszírozni. Jó, rendben van, köszönöm szépen, készen vagyunk. Köszönöm szépen a figyelmeteket, remélem tudtam mutatni egy-két olyan gyakorlatot, amit tudtok használni rehabilitáció, illetve regeneráció során. Amennyiben további gyakorlatokra vagytok kíváncsiak, keressétek fel a Life1 honlapját, és választhatok egy nektek szimpatikus személyedzőt.